De Bella egy yorki fajtájú kutyus. Már 8. alkalommal rendezték meg a Szigetközi Agility kupát, aminek idén Dunaszeg adott otthont. Múlt szombaton 142, míg vasárnap 132 versenyző jelentkezett a megmérettetésre. Minden nap 8 órakor kezdünk, és körülbelül este 6-7-ig tartanak a futamok. Először a kezdő kutyusok kezdenek, tehát ők még a alacsonyabb szinten vannak, aztán egyre jobban növekszik a szint, az A1-es, A2-es és A3-as kutyusok. Most, akit itt mögöttünk fogok látni, ő ma a legmagasabb kategória, most a tudásszintről beszélek, mert ugye van magasságbeli kategória is. Most éppen a mini kutyusok fognak futni, tehát akiknek 35 cm alatti a marmagasságuk, és ebben a másik kategóriában, a tudásban viszont már A3-on vannak, tehát a legnagyobb szinten vannak. Nem akarom most részletezni, hogy miért, de bizonyos versenyeken megfelelő helyezéseket, dobogós helyezéseket kell hibátlan futammal elérni, hogy valaki A3 kategóriájára fellépjen. Nagyon gyönyörű szalomba mellett láthattunk. Kuti Péter a kutyájával egy hibátlan kört teljesített a saját kategóriájában, majd fáradtan, de nagyon büszkén ölelgette négylábú kedvencét. Nagyon úgy tűnt, hogy teli van kihívásokkal a pálya, ez így is volt, de bíztam a kis kutyámban, mert nagyon ügyes, nagyon sokat dolgoztunk, hogy sikerüljön ilyen jól menni, úgyhogy örülünk, hogy ez így is lett. Mesélj nekünk egy kicsit, erről is, hogy milyen versenyeken vettetek részt. Ő egy shetlandi juhászkutya, kicsit több mint 2 éves, és már az eleje óta próbálunk ezt, az agilityt, mint főcsapási rend kijelölni neki, úgyhogy erre gyakorlunk sokat. És hát végigjártuk ugye már a kezdő kategóriától kezdve egészen ide az A3-ig, és próbálunk minél jobban teljesíteni. Az agility egy olyan kutyás sport, amely minden kutyafajta számára nyitott. Célja eleinte a szórakoztatás volt, később azonban versenysporttá vált. A verseny lelkes főszervezője híradónknak azt mondta, a kitartó támogatók nélkül nem jöhetett volna létre ilyen színvonalú megmérettetés. Rengeteg támogatónk van, és ezúttal szeretném megköszönni a támogatónknak a bőkezű támogatást. Hát itt a Fitaktív nevű KFT nagyon komoly támogatást adott nekünk. Tehát minden versenyzőnek, mind a 147 versenyzőnek tudtunk adni kutyatápot, ilyen kis csomag kutyatápot 4 zacskóval. A nyerteseknek azok 3 kilós kutyatápot fognak kapni, kutyarágcsákat, fogtisztítókat, tehát nagyon sok mindent adott. Akkor a verseny fődíját itt a Bárka Presszó tulajdonos, illetve a Vadász Birtok Vadász Edinájék adták, ami nagyon, nagyon komoly értékben is, mert klimatizált faházakba 2 éjszakára ingyenes szállást adnak a nyerteseknek. A szakember elmondta, a vírus miatt a nagy világversenyeket lefújták, és még az is kérdéses, hogy a többi hazai versenyt megrendezhetik-e. Ezért ők igazán szerencsésnek mondhatják magukat, hogy a nyár utolsó hétvégéjén ilyen színvonalas versenyt tudtak megrendezni.